Kajakkenusok küzdenek egymással faddombori vízén. Csütörtöktől szombatig rendezik itt a vidékbajnokságot. A vidékbajnokság válogat az országos bajnokságra, és évek óta faddomboriban rendezzük. Itt ugye a Pest megyei egyesületeken kívül az összes vidék egyesület megjelenik, összesen 1400 körüli versenyzői létszám van itt a három nap alatt. Csütörtöktől szombatig tartanak a versenyek, az első nap az 500 méterek kerülnek lebonyolításra, előfutam és középfutam döntő, pénteken az 1000 méterek, és szombaton jönnek a legkisebbek a 2000 méterekkel. A csütörtöki napon rendkívüli hőség mellett szálltak vízre a kajakkenusok szélcsendes idő mellett. Ami abból a szempontból jó, hogy tök jó a víz, csak ebben a 40 fokban nulla szélmozgással kicsit nehezebb a versenyzőknek a helyzete, de szépen küzdenek vele, isznak, hűtik magukat, illetve nagy részben sapkában versenyeznek. A versenyzők a vidékbajnokságról mennek tovább az országos bajnokságra. A Paksi Atomerőmű Sportegyesület 65-70 fővel érkezett Domboriba. Igazából most itt a vidékbajnokság, amelyik a domboris versenyek egy ilyen általában ilyen harmadik-ötödik helyezéseket értem el eddig. OB-n a legjobb az eddig a C4, 1000 méteren másodikak lettünk, az eddig legjobb eredményem. A kajakkenusok egyesben, párosban és négyesben indulnak. Abszolút erős a vidék, ugye itt kajak és kenu szakákban is versenyeznek a sportolók, azért nem mondhatni, hogy verseny eredményességben egyértelműen Budapest központúság lenne. Természetesen nagy egyesületeink, nagy budapesti egyesületeink nagyon erősek, de nagyon sok olyan vidéki egyesület van, aki ezért termeli folyamatosan a válogatottakat. Úgyhogy azért egy jellemzően majd a magyar bajnoki döntőben nem budapesti vagy nem vidéki, hanem vegyesen vannak ott az egyesületek és képviseltetik magukat. A verseny pénteken az 1000 méteres távokkal folytatódik.